Az jött, hogy én nem depressziós voltam, én lelkibeteg. És mikor én lelkibeteg voltam, az orvosok azt mondták, hogy akkor bolond vagyok, hogyha lelkibeteg vagyok. És az az igazság, hogy amit elmondasz lélek által, az mindig az, mert valójában nekünk az emberek a tükörképünk. Há szüleinkbe, há iskolában, há az orvosoknál, mindenütt, há barátainknál, mindenütt a tükörképünk, és ők azt nyomják belénk, amit ők gondolnak, hogy jók, amit ők is megtanultak, ugyanúgy, mint mink. És valójában én, mikor voltam a pszichiátriákon is, én mindig azt kiabáltam, hogy nekem az alkoholnők nem tudnak segíteni, hogy nekem azon kell segíteni, ami bennem van, és ők nem értették, én, mert nem tudtam még ezt így elmondani, hogy valójában nekem itt a jó, itt senki nem tudott segíteni, csak a Jóisten segített nekem valójában, mert ő mutatta meg, hogy mi fontos, meg mi nem fontos, mit kell magamtól odaadni neki, és mit ő ad nekem. Mert akár mennyi tablettákat nyomtak belem, mindig mellékhatással volt. És még a barátnőm is azt mondja, szedjed, szedjed, mert az 6 és 8 hét múlva jön meg a hatása. Én meg vártam 6 hetet, 8 hetet, most semmi hatása rám nem volt, csak annyi, hogy álmosabb voltam, és jobban nem lettem, és nem tudtam nekik megmagyarázni azt, hogy nekem az nem segít, nekem az nem kell. Ők csak vitték el magukat, te alkoholistád vagy, most leszoktál róla, most neked ez fontos. Mert mikor voltam a pszichiátriai doktorka mellett, azelőtt még, ahogy jártam a anonimus alkoholistákhoz, én azt nem értettem, hogy azok tanítanak, beszélnek dolgokról, akik saját maguk még nincsenek, avval nem fogadták el, hogy ma ők nem isznak, hogy ők ma nem ihatnak. Ők azért mentek oda mindig, hogy valójában akkor, mikor ott voltak, akkor érezték a Jóistent, és érezték az erejét, és akkor erősek voltak. De ha kint voltak egy nap, és megint másnap visszatértek, és nem voltak boldogak. És ők azt hitték, hogy én nem is vagyok alkoholista, mert mivel a párom, mikor ma hazengedték a kórházba, ő jobban volt, és minden nap jobban lett. Én örültem, én nevettem, boldog voltam, énekeltem, és mikor ott beszéltem, és így szórakoztam, azt már is azt mondták, hogy ez nem jó, mert hogyha te örülsz, vagy szomorú vagy, egyszer fent vagy, egyszer lent van, ez nem normális. És azt mondja a pszichiátri doktornő, hogy akkor magyarázd meg nekik, hogy akkor az egész családomnak bolondnak kell lennie, mert mink ilyen magyarok vagyunk, és temperamentumosak vagyunk, ugyanúgy, mint neki a nagymamája olasz, akkor ezek szerint ők is bolondok. Azt hittem, hogy itten az emberek Csehországban nem tudnak ugyannyira örülni, nem tudnak sírni, nem tudnak szomorúak lenni, mert ők szégyellik még azt is, hogy nevessenek, mint egy gyermek, vagy sírjanak, mint egy gyermek, vagy szomorúak legyenek, mint egy gyermekek. És valójában nekem a doktorka ezt valahogy megmondta, a pszichiátri doktorka, még az az isteni szerencse, hogy akármilyen is, vagy írj fel a tablettákat, de valójában tud olyan dolgokat mondani, ami kinyitja a szememet. És valójában én rájöttem arra, hogy ez nem depresszió, ez a mi lelkünk fáj, mert ő tudja, hogy Istenhez tartozik, és a mi eszünk, még az agyunk még ezt nem tudja. És valójában mink várjuk az emberektől, az orvosoktól, a barátaiktól, mindenkitől, hogy adjanak valami választ, de tőlük nem tudjuk ezt megkapni, még mink saját magunk nem keresünk meg a Jóisten. És ők azt mondja a pszichiáter, ha nem válik be ez a tabletta, egy hónap múlva, akkor jöjjön megint, akkor adunk valami másat, azt fogjunk. És olyanok vagyunk, mint a fehér egerek, akin próbálik a tablettákat, hogy melyik jó, meg melyik rossz, meg melyik jó a mi alkotásunknak, de közben mink már azt is elhiszünk, hogy nekünk az az orvosság segít, mert már annyit kipróbáltunk, hogy nem velünk van a baj, nem a lelkünkkel, nem, de, vagyis, hogy mondjam, hogy valójában, hogy elfogadjuk már azt a tablettát, mert mink nem törődjünk a saját lelkünkkel, de mink avval törődjünk, hogy valamit adjanak valami mérget, vagy valami, ami az eszünket elvegye már tisztára, mert hogy ne tudjunk gondolkozni, hogy ne legyünk abban a fájdalomban, mert mink a fájdalmat is az orvossággal akarjuk megoldani. Mi minden gondunkat, bajunkat az orvosság után szaladjunk. És ez a legrosszabb, hogy ennyire buta voltam én is, és az benne a legjobb, hogy akár milyen tablettákat írtak ki nekem, én szedtem, de én mindjárt abbahagytam. Nem szedtem sokáig. Ha betegségem volt, ha köhögés, mert abban az időben még az alkohol is segítségemre volt, mert mikor ittam, akkor nem szedtem a tablettákat, mert mondom, nem fogok egy mérget, meg két mérget magamban nyomni, csak mikor öngyilkos akartam lenni, akkor szedtem a tablettát, sok tablettát beszedtem.
hogy valójában mostan, ahogy most így beszélek, még az is jött nekem, hogy nekem még az alkohol is segített abban a pillanatban, hogy az orvoságoktól megoldjon. De az, hogy én is, hogy már nekem az Istenem a vodka volt, meg semmi más nem volt, a jó Isten megmutatta nekem, jó, meghagyom én neked, a párom úgy hagyott engemet, hogy akkor már igyek meg egy litert, ha egy fél litert, de én, ahogy megengedett nekem, ugyanúgy, mint egy gyereknek, ha nem vigyázod meg, akkor ő is azt csinál, amit akar. Azt én is ugyanazt csináltam, amit akartam, és elértem addig a pontig, addig a mély pontig, míg meg nem öltem őt, és a jó Isten megmutatta nekem, hogy vissza tudja adni, és vigyázz, vigyázz, és nem is kellett mondani, hogy vigyázz, vigyázz, mert ez olyan fájdalom volt, meg olyan dolgot tettem, hogy ehhez nem is kellett szó, vagy kérés, vagy megbocsátás az emberektől, mert én már azt értettem, hogy a jó Isten nagy csodára képes, és nekem, és levette úgy az italt tőlem, hogy nem kellett. És ezek az alkoholisták ezt nem értik azt, hogy valójában még szívvel, még lélekben nem fordulsz Istenhez, boldogtalanok lesznek annak ellenére, hogy már nem isznak. Mert ők boldogtalanok voltak, szomorúak voltak, és annak ellenére volt látni az arcokon, hogy a méreg jön ki, olyan irítség, mikor nevettem, vagy valami, vagy jó kedvem volt. De elfogadtak, mert én ott is gyerek voltam. Én hí, hú, azt akkor mindenkinek, hogy milyen aranyosak, mindenkiből a jót láttam, meg a jót szedtem ki belőle. És egy csöppet láttam, hogy segít, mert nevettek, és mikor nevettek, akkor nevetett az én lelkem, a szívem, hogy csak avval, hogy én gyermeteg vagyok, hogy avval örömet tudok okozni a másoknak, és ehhez nem kellett tabletta, meg semmi se. És mai napig is örülök, hogy már a fájdalom csillapító se kell, mert a jó Isten még azt se engedi meg, hogy annyira fájjon a fejem, hogy már nem bírjam ki, mert nem tudom elviselni a nagy fájdalmat, mint Kinga, vagy ki mondta, hogy kihúzta a fogat. Én nem is tudom, én csodálkozok a jó Istenünkre, hogy milyen csodákat tud velünk tenni mindannyiunkkal, és valójában ez nem depresszió, mink egészséges emberek vagyunk, csak belőlünk, mink hagyjuk magunkat, hogy belőlünk az emberek, a mások, a tükörképei hülyéket csináljanak belőlünk. És örülök, hogy ezt el tudtam mondani, mert valójában semmi betegség nincsen, még az a depresszió se nincsen, csak a lelkünk fáj, szegénk, annyira sajnálom a lelkünket, de már milyen gyógyul, és az a legfontosabb, hogy tovább tudjuk adni akár. Mert én is mondom, hogy lehet, hogy hülyeséget mondok, vagy makogok, de még az se bosszant, mert mondom, már hülyeségből majd tanulok, vagy valamit megint hoz, és akkor bocsánatot tudok kérni, á, nem így volt, hanem így van, és nem szégyellem elmondani, vagy megmondani, hogy hülyeséget mondtam, mert miért szégyellem? Azért, hogy hülyeséget, csak abba, az lenne a legrosszabb, hát még meg se szólalnak, hogy abba adnám az embereket, amit én még per pillanat akkor azt gondoltam, hogy megint újabbat tudtam, meg megint újabbat a jó Istentől, és ez a fontos. Ennyi, köszönöm szépen. Hú, szia Renáta, hát tök durva, most esett le nekem az, hogy még csak, nem csak az, hogy most az orvosok, tehát hogy így vagy ezzel próbálnak gyógyítani, hanem még az emberek is szerintem ez a norma, mert elmondok egy esetemet, hogy a párom, amikor ugye bánt engem, és én sírok, ki vagyok rajta akadva, akkor ugye ő nagyon okos mindenben megtanult, meg rafinált, és mondta, hogy nem mert ez így tovább, menjek el pszichológushoz, tegyek antidepresszánst, majd nem le, akkor majd nem lesz ez, és most jöttem rá, hogy mondott, hogy hát igaz, ezért akarta, mert ő tudja, mert ő okos, hogy az antidepresszánstól nem éreznék semmit, ő bánthatna az élete végéig úgy, ahogy akar, én meg csak mint egy zombi járkálnék, már nem lennék ugye annyira kiakadva, hogy akkor az életben használható lennék, ugyanúgy tudok dolgozni, a gyerekeket csinálni, meg bánthat. Ez onnan is biztos, mert most nem azért, hogy rosszat mondjak, most nem is kell, felejtsük el is, hogy ez pont ő, de hát az ex saját direkt rászoktatta a fűre, a kábítószerre, ugye az beszívta, az folyamatosan 10 évig voltak együtt, ott vigyorgott a fűtől, mert ő ugyanilyen volt az én párom, mint most, hogy mennyire durva az ember, vagy milyenek, hogy szívjad csak azt a cigit, vagy vegyed be az antidepresszánst, én meg úgy bántalak, meg úgy viselkedek veled, ahogy akarunk, meg hát annyi gondolom, hogy akkor kevesebb gond van veled, nem, Renáta? Mit gondolsz erről?
Pontosan ez van, mert nekem is a testvérem is, mikor valamit mondok, vagy valami már, és azt mondja, menjél a pszichiátriára, szedjél valami tablettát, mert ők azt hiszik, hogy avval, hogy kevesebb a veszik gond a veled. tablettákat, Fog be, akkor mi vedd avval már veszed. nyugodtan leszünk. Aha, Pontosan. igen. Hogy az nem baj, hogy hogy van a lelked, vagy hát sőt, a párom esetében, hát ez iszonyat csúnya a dolog. Én most jöttem rá, én azt hittem, hogy tudod, ő segíteni, ha akart volna, hogy ő tényleg ebbe hisz meg minden, de hát nem, hát ennyire buta, hogy vagyok, hát az ex-saját is a fűre szoktatta rá. Én mondtam, hogy én ilyet nem fogok csinálni, meg minden, mert engem is próbált. Én mondtam, hogy nehogy már nem elég, hogy beteg vagyok, még narkofüggő is legyek, mert azt mondta, tudod, úgy próbált, hogy a betegségemre, hogy a izomfájdalmaimra, meg minden, azt mondtam, hogy nem, hát nem elég, hogy, de tényleg így van, amikor te is tudod, hogy az ember, hogy van egy alap problémád, mondjuk lelki eredetű, vagy mondjuk mindegy, testi probléma, és akkor, hogy fájdalom, ma azt is szokták alkohollal, vagy droggal, és utána azt veszi észre az ember, hogy nem elég, hogy az alap problémája megmaradt, és semmit nem javult, még jobb pluszba jött hozzá egy alkohol, vagy egy drogfüggőség is. Tehát, hogy milyen, hú, nagyon durva. Pontosan, pontosan, mert nekem most az jött el az egészen megint, hogy az emberek legkönnyebb, hogy lerázni a másikat, hogy az ő okosságokkal, meg amit ők is tudnak, hogy az orvosság segít, a pszichotabletták segítenek, ahelyébe, hogy leülne veled, szembenézne veled, és meghallgatna, és próbálna átérezni azt, amit átélünk, amit átél abban a pillanatban akármelyik emberünk. Csak itt senki nem hallgat senkit, és ez a probléma, és így bántjuk tudatlanul a másikat. Mert nekünk nincs időnk, még annyit sem tudunk tanálni, hogy ha testvérünk, ha párunk, ha édesanyánk, ha édesapánk, hogy leülne és tanálna magának egy-két percet, hogy meghallgasson, és lehet, hogy akkor az lenne a legsegítség, hogy értelek, és szeretlek, és te tudod, hogy mi jó neked. Én nem akarok beleszólni, mivel én saját magamat se értem. Még nem hallgassuk a fájdalmat, és amiatt az emberek elzárulkodnak, és bezárik a lelküket, és odafordulnak az orvoshoz, mert kereskednek, és ha nem tudnak már otthon senki mellett tanálni, akkor már mondják, no, milyen igaza van, akkor mégis elmenjek, mert mégis csak hátha segít az a tabletta. De mink azt tudjuk, hogy én azt tudom, hogy nekem az a tabletta sose segített, akkor miért hallgassak rájuk, és ők se hallgattak engemet? Úgyhogy akkor kezdtem én is főzni, de azt is a Jóisten elvette, mert én tudtam, hogy az jobb, mint az antidepresszió, de megint az se segítség, mert az is csak egy valamilyen drog, és ahhoz, hogy én normális legyek, és normálisan tudjak szólni az emberekhez, nekem sok mindenből ki kell tisztulnom, mert hogyha én úgy szólnak, hogy még főznék, akkor az nem lenne igazi, mert az is csak egy drog. Én mondanám, hogy a tabletták, hogy nem jók, de közben főznék. De valójában az az igazság, hogy a Jóisten mindent meg tud nekünk mutatni, csak nehéz ezt elmondani az embereknek, mert úgy, ahogy Attila is mondja, hogy arról tudjunk beszélni, hogy iszunk, hogy kefélünk, hogy szárunk, mit tettünk, mitől vagyunk rosszul, hogy telettem magamat, vagy akkor, vagy pont most az alkoholtól, hogy másnapos vagyok, arról könnyű beszélni. De hogy a Jóistenről beszéljünk, meg Jézusról, miért szégyeljük? Mit van szégyelni valónk? És ez bennünk a rossz, ha ma lelkiek is vagyunk, hogy mi mindig bennünk van az az emberiség, hogy ezt elmondani. És ennek örülök, hogy mindenről tudunk itt beszélni, és megmaradt az a kis csapat, mert valójában így éltessük egymás problémáit, mert mindenkinek más problémái van, és tudunk adni egymásnak erőt és egészséget, isteni erőt és isteni egészséget, isteni szerelmet és isteni bocsánatot, alázatot, mindent, amit Jézus tanít minket, Isten által azt át tudjuk adni, és csak így tudjunk segíteni, és ha tudjunk egymáson is segíteni, így jobban tudunk másoknak is segíteni, mert hogyha meghallgassuk a más problémáját, és bele tudjuk élni, akkor már azzal, hogy beleéltük a más problémáját, és ismerjük azt a problémát, és a megoldást, már azzal is tudjunk segíteni másnak, és ez a csodálatos. Hú, Renáta, hát köszönöm szépen, hát én nekem is egy nagyon jó bizonságot hoztál föl. Én Magyarországon egy kísérleti laboratóriumban dolgoztam, és ilyen fehér egereken kísérleteztünk, és
Az egereket ugye föl kellett boncolni, és minden egyes szerveit ugye így külön kellett vegyük, és volt olyan, hogy volt amelyikből ilyen fájdalomcsillapítókat kellett csinálni, vagy ilyen szemránc krémeket, meg ilyen dolgokat. És ahogy most ezt itt fölhozta, én meg milyen büszke voltam, hogy egy milyen jó munkahelyen dolgozok, és egy milyen elit munkahelyen is. És most, ahogy beszélsz, ez ugrott be, hogy milyen gyarló ez az ember, hogy miket nem csináltunk, és azt hittük, hogy mi milyen jó dolgokat csinálunk. Istenem, remeg az egész lelkem és mindenem, hogy mikem, köszönöm nektek. Pontosan, mert a pszichiátrián is csak nyomják az emberekbe a tablettákat az ő gondolataik szerint, hogy mi segít. Azt ők kérdezősködnek, meg figyeltek mindig minket. Azt valójában mink voltunk azok a fehér egerek, hogy rajtunk, akikre bolondoknak néznek, rajtunk teszteltek mindenféle tablettát, hogy kire milyen hatással van. Mert ott már tudták cserélni. Ha nem jött be ez a tabletta, akkor majd adjunk erősebbet neki. Nem, hogy gyengébet, vagy végképp, vagy lelki segítséget, de még erősebbet, mert még többet. És ez benne a rossz, hogy valójában nem is muszáj neked, még a laboratóriumban azt hagyjuk, de már mikor saját embereken tesztelik, és ha nem jó, akkor másat adnak, és erősebbet, és még többet, ez benne a legrosszabb. Hogy igazán, hogy az ember nem is bolond, nem is beteg, de ők csinálik belőlünk a bolondot és a beteget, és mink hiszünk nekik is, avval ellenére a tablettákat, és mennyiszer nem is tudjuk, mert mennyi ember, még van ott lehetőség megkérdezni, hogy mit szedünk, vagy mi. De az ember, hogy nem is, én sose értettem, csak az volt az érdekes, hogy valamire jó volt a tabletta, valami meg hülyét csinál belőle, szkizofrenikus, meg minden. Azt mondom, akkor mi a francnak szerek ilyen tablettákat, de az a jó benne, hogy a Jóisten még azt se engedte, hogy nem is muszáj volt olvasni, mert nem volt kényszerem szedni, mert nem éreztem jól benne magamat abban a szituációban. És valóban most látom, hogy igazán mi egészségesen bemenjünk lelki betegen, és betegebben jöjjünk ki, mert egy maréknyi tabletta van, és Isten ments kihárni belőle, mert ha kihágyjuk, azt ültetik a fejünkbe, hogy akkor még rosszabb lesz. Ahébe, hogy hagynának, hogy rosszabb legyen. És valójában mind jöjjünk saját magunkra, hogy mind saját magunk lássunk, hogy mi valójában jó nekünk tőlünk mindent elvesztek, minden látás, mindent, ez az igazság. Köszönöm. Pont ez az, Renáta. Én is ugyanezt néztem végig. Te ugye, te magadon kísérleteztél, de mi meg pont azon a kicsi állaton. És azt kellett nézzük, hogy mikor halnak meg. És akkor még nagyobb dózisokat adtunk beléjük, hogy hát igen, hogy ők hogy elpusztuljanak. Így, ahogy te most mondod, hogy az csak egy állat volt, és azt se tudod beszélni, de azok az emberek, akik ott a kórházban vannak, és ezekbe is ugyanúgy, mint egy kísérleti állományok. Hát ez, fú, te nagyon-nagyon szomorú. A tévegésnek az oka az volt, hogy folyton egy ilyen hamis tükörképet néztünk, ugye, ahogy mondtam abban a videóban, ami most volt legutóbb ebben az élőben. Az ember egy ilyen hamis tükörben néz, mert a tanítóbácsi mondja meg, hogy én hogyan lehetnék normális. A tanítónéni mondja meg, hogy hogyan lehetnék normális. Az apuka, meg az anyuka, utána meg a vezérigazgató, utána meg a pszichiáter, és mindenki megmondja nekem, hogy hogyan lehetnék normális, kivéve az egyet, az egyik az Istent. Így van-e? És ez okozza ezt az úgynevezett, hát úgy hívja ugye megint a tudomány, az áltudomány, hogy skizofrénia, tudathasadás. Mert ott van bennem ugye a tanítónéni, ott van bennem a babbácsi, ott van bennem az UFO, ott van bennem a keresztapám, keresztanyám, ott van bennem mindenki. Tehát rengeteg személyiség van bennem, akiknek én próbáltam megfelelni, és jó lenni, és engedelmeskedni, és kedves lenni, ugye?
annélkül, hogy megkérdeztem volna a teremtőmtől, hogy Istenem, hát hogyha vagy, ha egyáltalán létezel, akkor tudná nekem segíteni abban, hogy valahogy megtudhatnám én azt, hogy ki vagyok én valójában, szerinted. Mert én már annyi verziót hallottam, hogy ki vagyok, ugye, hogy teljesen már ki voltam. A végén már teljesen ki voltam, ugye. Tehát már mindenki élt bennünk, a kommunizmus, a kapitalizmus, a marihuána fogyasztó, mindenki élt bennünk, de kivéve, egyet kivéve, ugye, azt, akik valójában vagyunk. Nagyon durva ez. És így, ahogy így megfogalmaztad, Renáta, hogy ez a sok tükör zavarja össze az embert, és tényleg maga a tudományos megnevezés is eléggé helyén való, mert azt mondja, hogy skizofrénia, tehát tudathasadás, tehát több tudatom van nekem, több identitás tudatom van. És azok ugye egymással harcolnak. A bennem lévő anyuka harcol a bennem lévő tanítóbácsi ellen, és a bennem lévő tanítóbácsi a papbácsi ellen, és a papbácsi harcol a politikus ellen, a Fidesz ellen. És ugye a Fidesz megharcol a kokain ellen, és a kokain megharcol a, mit tudom én, a nyugtató ellen. És akkor ugye, mire mondja Jézus, hogy légió volt benne, nem Jézus mondta, hanem légió, jelképes az írás, hogy légió volt bennünk. Ez a légió, hát nem ez a légió. És ezt a légiót, úgy igazából a pszichiátriám csinálnak ezzel a légióval, elhallgattatják. Tehát bedrogoznak, begyógyszereznek, és akkor a légió befogja a száját. Tanító bácsi befogta a száját, az óvonén is befogja a száját, a papbácsi is, mindenki befogja a száját bennem. És én ott mindegy, mit tudom, egy ilyen kirakati virág, vagy ilyen dísznövény, ott ugye folyik a nyálam, és még mindig nem tudom, hogy ki vagyok, egyáltalán miért születtem meg ebbe a világba. És ugye, hogy hogyan történik a szabadulás? Hát, hogy az embernek tényleg az Úristen megadja az igazi tükröt. Azt mondja, hát, hogyha már engemet kérdezel, most már engemet is megkérdezel, engemet is megkérdeztél a papbácsi után, a pszichiáter után, hogy ki vagy te, hát akkor segítek neked felfedezni, hogy ki vagy te valójában. És azon veszem vissza magad, hogy szabad vagyok. Gyermek vagyok, tudok játszani, tudok nevetni, tudok együtt érezni valakivel, tudok sírni, és megkapom az új identitást, a friss identitást, ami elmossa a régit teljes mértékben. Mert az igazi identitásnak, amit ugye Jézusban bemutatott Isten, annak óriási ereje van és hatalma. Mert az ember már nem akarja vissza a régi identitást. Nem akarja sem a kokaint, sem a marihuánát, sem a tanítóbácsnak a filozófiáját, sem a brit tudósoknak az elméletét. Mert ezek a személyek, ez a légió kiment belőle. Mert megkaptam a valódi identitást, a gyermeket. És a gyermek az most növekszik bennem, de nem válik felnőtté. Növekszik, de nem válik felnőtté. Hoppa, ezt nem akartam. Pontosan, nagyon szépen elmondtad, pontosan úgy érzem, meg értem, meg lélekkel, fejjel, ahogy most elmondtad. Nagyon szépen köszönöm. Hát, Renáta, én köszönöm, mert annyira jól, olyan szépen, tisztán elmondtad saját tapasztalatból, hogy mind mentél keresztül, hogy te, én őszintén bízom abban, hogyha valaki ezt majd meghallja, vagy hallani fogja, és aki hasonló problémákkal küzdött, vagy küzd, talán meghallja, hogy merre felé van a szabadulás tényleg. Hát az, amit te elmondtál, az nagyon-nagyon durva, brutális. Brutális tényleg, ez egy olyan kemény szembesítés, és olyan kemény reveláció, ugye, hogy ezt szerintem mindenkinek kéne hallania már most, érted? Minél több embernek, mert nagyon sok ember van, a végső összeomlás küszöbén, pont annak köszönhetően, amiben te is voltál, Renáta, ugye? Kemény dolgok ezek. Hálás vagyok, hogy elmondtad ezeket. Nagyon. Pontosan, most nagyon szükség van az embereknek, mert most nem, egy pár nappal ezelőtt azt mondja az öregecske, hogy azt olvasta, hogy most rengeteg ember pszichiátriához fordul, és rengeteg ember depressziós tablettákat keres. És ez pontosan, én szerintem is, hogyha aki akarja hallani, vagy akar róla valamit egy picikét is tudni, vagy akar egy picikét is jobban lenni, jobban élni, hogy megértse, hogy a depresszió tabletta, az orvosságok megölik még azt a piciót is benne, és örülök, hogy összetudtuk hozni ezeket a dolgokat minden kicsi lélek által. Köszönöm. Igen, nekem is eszembe jutott még egy
Bizonyság például, hogy én nem tudtam, én tehát használtam ilyen parti drogokat, én pont azt a füvet, azt pont azért nem szerettem, mert hogy annyira úgy az egész egyéniséged, meg úgy leszedel, más leszel, hogy nem is saját magad, vagy azt úgy nem bírtam, hanem mondjuk én a tehát az LSD-t azt azért szerettem, mert azt akkor idősebb koromban csináltam úgy, hogy a Jóistenhez közelebb kerüljek. Tehát tényleg azért, és voltak olyan átéléseim, tényleg. Tehát, hogy azt éltem meg, csak intenzívebben, de nem erről akartam beszélni, mert hogy például, mit tudom én, a kokain is azért csak úgy... Tehát, hogy ami az emberben van, úgy egy kicsit felpörget, meg ilyesmi, de az amfetaminról jutott viszont eszembe, hogy ezt úgy fiatal koromban, hogyha használtam valamit, azt azért nem tudtam, hogy miért szeretem, mert gondoltam, hogy én nem szeretem ez a... Tehát én szeretek pörögni. És akkor nem is gondoltam rá, viszont én ugye csak néha használtam, de van olyan ismerősöm, aki hát 10 éve amfetamin függő, és ő olyan szépen el tudta mondani a lelkét, meg mindent ezzel az amfetaminnal kapcsolatban, hogy mondta, hogy ő azért nem tudná, vagy tudja letenni, meg azért, hogyha a párjával mondjuk veszekszik, vagy valami, hogyha ő nem szív, akkor sokkal érzelgősebb. Tehát, hogy tényleg eszembe se jutott, mert hogy a katonáknál is azért használták ezt, hogy ez az amfetamin az meg teljesen ugye levesz minden érzelmet, kikapcsol, tehát hogyha gondolom én is azért szerettem, hogy ugye gyerekkoromból hozott, tehát, hogy kikapcsolt egy pillanatra azokat a lelki fájdalmaimat, meg rossz érzéseimet, és tehát, hogy ugyanúgy, hogy mondom, a katonáknál is ezt használtak, plusz erőt ad, tehát ugyanúgy, hogy szinte, hogy egy, mint ami a világban zajlik most az amfetaminnal jutott kapcsolatba, vagy összefüggésbe hoztam, hogy mint hogyha ilyen robotokat csinálnak, ugye, hát most mindegy, hogy itt a média, meg már a programozás által, de tényleg ez a, hogy így, hát ugyanaz, ahogy tényleg a háborúban ezt adták a katonáknak az amfetamint, hogy kiüljék az érzelmeket, meg hogy egy robot legyél, csak menjél, és semmi, minden letereg rólad. Tehát, hogy ilyen tényleg, mint hogyha mindenki be lenne állva. Ennyit akartam. Mármint a mostani világban. Köszönöm szépen, Vanessa, neked is. Azt is, amit az előbb mondtál, és amit most mondtál, azt is. Na, ezért nagyon kemény dolgok, nagyon kemény felismerések, amiket nyilván az ember jó, hogyha megkap. Jó, hogyha megkap, mert ugye tényleg az van, ahogy mondod, Vanessa, hogy az ember a problémái elől, tehát ő gyakorlatilag azt akarja elérni akár ezekkel az amfetaminokkal, meg a különböző ilyen parti drogokkal, amit Jézus azt mondja, hogy tessék, odaadom neked, vegyetek magatokra az én terhemet, az én igámat, mert az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges, és ezt ugye instant módon megadja akármelyik, mit tudom én, tegyük fel, antidepresszáns, vagy mit tudom én, a fű, vagy a kokain, akármelyik, megadja az embernek, de viszont függővé is tesz. És amikor az én könnyedségem egy ilyen méregdrága szertől függ, abban a helyben én már rab vagyok. Tehát egyik oldalon, ugye abban a kiütött állapotban növelem a könnyedségemet, úgymond, tehát a békességemet, miközben gyilkolok és lopok, meg ölök és pusztítok ahhoz, hogy megszerezzem ezt a békességet, tehát a békességnek az eszközét, ugye, ezt a drogot.